Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban a Dombvidék legérdekesebb adásaiból válogattunk. Induljunk is rögtön Szentpéter földére. Október elején a hagyományos szarvasbőgési szezont lezáró trófea szemlén jártunk. Nézzük meg újra a szebbnél szebb trófeákat, és frissítsük fel emlékeinket, milyen is volt a tavalyi szezon. A trófeaszemle megrendezésének ötlete több mint egy évtizede vetődött fel. 2002-ben volt az első alkalom, amikor az Alaerdő ZRT kiállította az elejtett bikák érmes aggancsait. Idézte a kezdeteket a ZRT vezérigazgatója. Azt a szemlét önmagunknak, vadászoknak rendeztük, és a célja az oktatás volt. Hiszen csak így egymás mellé állítva lehet igazán jól összehasonlítani az aggancsoknak a korból, élőhelyből adódó sajátosságait. A trófea szemle ma már egy olyan rendezvény, mely messze földről csábítja az érdeklődőket, és az ötletet több társaság is átvette. A rendezvény alkalmával Pál Tamás vadászati felügyelő értékelte a zalai bőgési szezont. Nem panaszkodunk, mert valójában sokkal rosszabbra számítottunk, mint ami a szeptemberi eredmény lett. Nem reméltük, hogy a lecsökkent vendéglétszám mellett ilyen nagyszámú bikán sikerül a hónapba terítékre hozni. 131 darab bika került az alajedő területeiről szeptember hónapban bírálatra, és ennek egy jelentős része, összesen 16 darab, ami aranyérem minősítést kapott. Ennek nagyon örülünk, és erre büszkék vagyunk. Az aranyérmesek között egy van, ami a 240 pontos álomhatárt is meghaladja, 240,52 század ponttal. Minek köszönhető az idei 16-os aranyminősítés? Először is a természetnek köszönhető, mert valahol a jövő nemzedéke számára, ezt szoktam hangsúlyozni, és a törvénynek a preambulumában is benne van, a jövő nemzedéke számára megőrzendő természeti kincs az alai gémszarvas. Az, hogy melyik éven milyen súlyú agancsokat növeszt, az elsősorban a környezeti tényezőknek a befolyása, milyen hosszú volt a tél, milyen tápanyaghoz jut, mennyi annak az ásványi anyagtartalma, stb. Sok minden összetevője van, és a természeti adottságokon túlmenően viszont valahol azt is jelzi, hogy mi hogy kezeltük, gondoztuk azt az állományt, mennyire kíméltük a megelőző években, mennyire hagytuk megöregedni a gimbikákat, hogy elérjék ezt a kort és a kornak megfelelő súlyokat. Szentpéterfölde a Bánok-Szentgyörgyi erdészet területén található. A házigazdák csak úgy, mint az idén is, rendre szépen szerepelnek a trófea szemlén. Most a bemutatón 33 darab bikát hoztunk az erdészet területéről, és a 16 aranyérmesből 10-et. És a Bánok-Szentgyörgyi erdészet az valamikor két erdészet volt, Bánok-Szentgyörgyi és Szentpéterfölde, és a mostani szervezésben vagyunk együtt. Tehát én úgy gondolom, ez korábban is, a két erdészet korábban is a legjobbak közé tartozott, most együtt pedig szarvasban azt hiszem a megye legjobbjának számító erdészetről beszélünk. Hát annak idején ezt már az Eszterházi Hídbizomány erdei és az Eszterházi Hídbizomány kezelte, úgy került át hozzánk nagyon értékes erdőkkel, és ugye 50% fölötti bükkös állománnyal az erdőkbe, mellett a másik nagy állománytípus a tölgy, és úgy néz ki, hogy ez az egész együtt talán az ország legjobb élőhelyét biztosítja a gímszarvasnak. És mivel elég nagy terület egybe, tehát az erdészet 22 ezer hektáron vadászik, ebben lehet úgy gazdálkodni, hogy nem kell attól félni, hogy amit meghagyunk idén élni, az a szomszéd a télen lelövi. Mert elég nagy a terület ahhoz, hogy nem vándorol ki belőle a szarvas, és így tényleg lehet azt mondani, ami szerintem a legfontosabb a szarvasgazdálkodás, hogy a bikákat hagyni kell megöregedni, és mi nyugodtan tudjuk ezt csinálni, mert nem kell mondom attól félnünk, hogy a szomszédba lelövik. Nem határbikákat nevelünk, hanem elég nagy területünk van hozzá. A 16-ból 10 aranyérmes Bánok-Szentgyörgyi bika. A laikusok esetleg úgy gondolhatják, egyszerűen szerencséje volt a vadászoknak. Mint ahogy Hopp Tamás fogalmazott, a szerencséért dolgozni is kell. Országban megnézzük, Zala az a délnyugati részen van,
talán egy kicsit hosszabb a tenyész időszak, mint az ország északi részein, talán 2-3 héttel. Ez azt jelenti, hogy több takarmány nő a makkon kívül, elég sok szeder, amit élen is zölden marad, és nagyjából úgy néz ki, hogy a természetes takarmány ezekben az enyhébb telekben itt a legjobb. Nagyon kevés mesterséges etetést kell csinálnunk, most már nem túl sok a nagy hó, ami a szarvasnál is esetleg jelentett valamit. Tehát mindenképpen nagyon jó az élőhely. És onnan jön a vadász, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem lövi le időre előtt, hanem hagyja megöregedni. Ez azt jelenti, hogy 12-13 éves korában érnek el a bikák oda, hogy nagyjából a legnagyobb agancsújukat fejlesztik, és hát ezt meg kell várni. És ezért ugye ahhoz, hogy az ember tudja lőni 10 bikát, ahhoz kell tartani 150-et körülbelül, mert ugye nem csak 12 éves bikája van, hanem fiatalok is, mert abból lesznek majd az idős bikák. És ilyen értelemben én azt mondom, hosszabb tenyész időszak, és a területnek az államerdő az majdnem a fele, mert 10 000 hektár erdőt kezelünk ebből a 22 000 hektárból, hozzájön még durván 3 000 magánerdő, és a többi pedig mezőgazdasági terület. És ezek együtt sok erdőszegéllyel egyfajtából jó a szarvasnak, jó az élőhelye, és nehezebb a vadgazdának, mert sok a mezőgazdasági vadkár is, ami azért valahol az agancsújba is látszik, mert azért kukoricát is eszik ez a szarvas, nem csak tölgymakkot. A bőgési szezonban rengeteg vendégvadász érkezik Zalába, a zöme Ausztriából és Németországból, de horvát és szlovén vendégek is rendre vannak a szezonban. Őket kísérte Egle Zoltán, hivatásos vadász. Korábbi évekhez képest egy kicsit később indult az üzekedés, illetve a szarvasoknak a násza. A legfontosabb tapasztalatunk az volt, hogy a néhány nap késés miatt nagyon nehezen tudtunk vadászni az első napokban. Ez bepótolta bőségesen bepótolták a következő napok, tehát szeptember 12-e és 22-e között egy viszonylag intenzív bőgést értünk meg. Ebben az időszakban könnyebb volt vadászni a szarvasokat. Azt kell tudni erről az időszakról, amikor intenzív a szarvasoknak a násza, hogy korábban mozdulnak, viszonylag szokatlan időpontokban jelennek meg, tehát a nem vadászok számára is szokatlan időpontban, tehát akár napközben is mozognak a szarvasok. Ugye a szerelem fűti őket és hajtja őket. Ezt próbáljuk mi kihasználni vadászok, és ebben az időszakban aratjuk a termést. Nem véletlen, hogy mint a magyar állam tulajdonát gondozó vállalkozás, az Erdészeti Részvénytársaság a zalai gémszarvas génmegőrzése céljából különlegesen etetési területet gondoz. Hát senki más nincs abban a helyzetben a megyében, hogy ilyen feladat van rábízva, ekkora nagyságú vadászterületen, és ilyen minőségű vadállományt gondozzon. Ezzel arra gondolok utalni, hogy ezen keresztül a zalai erdészek, a zalai erdő RT munkatársainak a felelőssége rendkívül nagy, aminek igyekszünk mi megfelelni. Szentpéterföldéről utazunk tovább a Dombvidéken egészen Zalakarosig. Az ottani kerületvezető erdész Gál Sándor, aki forgatásunk óta második alkalommal nyerte el az év erdésze címet, gombaismereti túrára vitt minket. Hát ezen a felén próbáltam kapni a lehetőket. Ez két csigagombafaj. Elefántcsont csigagomba és az olivaszürke csigagomba. A csigagombák között nincs mérgező faj. A következő a sötét trombitagomba, ehető árusítható faj, nagyon finom fűszergomba, nagyon értékes, sokan szeretik, főleg a nyugati piacon. Ehető fajok még a húsbarna és a lila pénzecske gomba, aztán galamgomba és a barna porhanyós gomba. Fűszerként használható még a sötét, sötét fokhagymagomba. A többi faj az nem ehető, illetve mérgező.
A gomba szezon végén járunk már, de azért még lehet találni az erdőkben egy-két fajta gombát. Gál Sándor, a Zalaerdő ZRT zalakarosi kerületvezető erdésze fogadott bennünket. Az ő vezetésével zajlottak a gombaismereti túrák is, hiszen hivatalos gombaszekértő is egyben. Ennek megfelelően számos érdekességet, újdonságot tudott mondani a finom csemegével kapcsolatban. Nagyon sok olyan faj van, ami a fák gyökeréhez kapcsolódik. Tehát gyökérkapcsolt gombák szömében hasonló helyen, vagy ugyanazon a helyen jelennek meg. Ugye a spórát is ott tudja jobban elteríteni, meg a maga gombatest, a micélium, ami a földben van, amit nem látunk, az ott él akkor is, amikor mi nem látjuk. Ezek amit mi gombának nevezünk, ez a gombának csak a termőteste. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan, mintha a növényeknek a terméséről beszélnénk. De a gomba nem ez, hanem a gomba egy ilyen vattaszerű fehér gombafonal szövedék, ami a földben, illetve hát van, ami fában, tehát valami olyan szubsztrátumban él, amiből ő tápanyagot tud fölvenni. Uh-huh. És hát vannak ugye olyanok, amik ilyen gyökérhez nem kapcsolódnak, azoknak viszont valami korhadék. Azok az emberek, akik szívesen járják az erdőt, és a szezonban rendszeresen gombásznak is, jól tudják, merre induljanak, mely erdőrészbe, tölgyesbe, bükkösbe, fiatalosba, vagy esetleg öreg erdőbe. Nagyon sok olyan fafaj van, ami alatt nem terem olyan gomba, ami kapcsolatban van a fával, csak korhadéklakók teremnek, de a tölgyek, bükkök, bükkféleségek, ugye bükk gyertyán, és a fenyőfélékkel nagyon sok gomba köt gyökérkapcsolatot, és ezeken a területeken jellemző is ezek a gombafajoknak az előfordulása. A fenyvesekben is nagyon sok gomba terem, vannak, amik csak a fenyvesek alatt teremnek, de itt Zalakaros térségében nem nagyon jellemző a fenyő. Lucosaink voltak, de elpusztultak, azon kívül szálanként van erdei fenyőnk, tehát itt fenyves állománnyal nem igen találkozunk, de tölgy és bükk az sok van. Például a kőr is egy olyan fafaj, amivel nem köt semmi gomba gyökér kapcsolatot, de a kőrisesben is van gomba, csak az ilyen korhadék lakók azok a fajok. Mit tudunk elmondani az idei szezonról, mennyire volt gazdag az erdő ebből a szempontból, a gombák szempontjából? Idén nagy szegénység volt gomba szempontjából sajnos. A szárazság miatt ugye a gombának nagyon nagy szüksége van vízre, a gombatest nagyjából 90%-át alkotja víz. Ugye nem a termőtestre gondolok, hanem a micéliumra, ami a föld alatt, vagy a fában, vagy az olyan termesztő közegben van, amiben a gomba él. És sajnos az idei aszályos nyári időszak, meg az aszályos év, ez nagyon negatívan hatott a gombákra, tehát nem termett. A Zalaerdő által szervezett ingyenes gombaismereti túrák iránt nagy volt az érdeklődés. Gál Sándor tapasztalatai szerint a rendszeres erdőjárók ismerik azt a pár gombafajt, melyet gyűjtenek, de gyakran előfordul, hogy némelyiket összekeverik a laikusok. Nagyon sok hasonló gombafaj van, ahol hasonlít a lehető gomba és a mérgező, vagy éppen nem ehető gombafaj. Azok a gyakorlatgyűjtők, akik régebb óta csinálják, vagy régebb óta foglalkoznak a gombagyűjtéssel, ők azt a néhány fajt, amit rendszeresen gyűjtenek, azt jól ismerik, de azért előkerült itt a túrák során olyan tévedés, ami bizony komoly problémát okozott volna, hogyha nincs gombaszakértő a közelben. Mondjunk egy példát. Hát a világító tölcsérgombát sokan nézték, a fiatal világító tölcsérgombát sokan hozták úgy, hogy rókagomba. Aztán galócák közül került elő olyan, ami nagy őzlábbal lett keverve, bár ez nem olyan nagy tévedés, mert a piruló galóca volt a tévesztés, és az szintén ehető faj. November elején már vége van a szezonnak, de az erdő azért még rejt finomságokat. Szürke tölcsérgomba, ehető faj, de nagyon intenzív illata van, érdemes leforrázni, vagy más gombákkal együtt főzni, és nem nagy mennyiségben. Pár méterrel arrébb pedig a kis fehér gombák virítottak az avarban. A fehér csigagombából az idén szokatlanul sokat lehetett találni. Bizonyára az időjárás befolyásolta azt, hogy miből mennyit kínált az erdő. Slágergomba ugye mindenképpen a vargánya meg a rókagomba.
az itteni az erdős viszonyok között, de sötét trombita gombából, galamgombákból sok szokott lenni. És most idén például a csigagombák teremtek olyan mennyiségbe, amit én még nem láttam eddig. Jönnek a fagyok, ezért már tényleg csak mutatóban lehet gombát találni az erdőben, de mint azt Gál Sándor is mondta, ha megenyhül néha az időjárás, azért érdemes keresgélni. De a talált gombát mindenképpen meg kell vizsgáltatni gombaszakértővel. Maradjunk továbbra is az erdőben, de irány a kanizsai kerület. Jelenleg nyár van, és aki csak teheti, a vízparton keres kikapcsolódást. Következő összeállításunk viszont segített felkészülni a kirándulásokra. Gyakorlatilag nem lehet határt szabni az Alaerdő ZRT berkein belül, hogy mely közjóléti fejlesztés történt ebben az évben, és mely tavaly. Hiszen vannak beruházások, melyek elkezdődtek ugyanaz adott évben, de a kivitelezés a következő esztendőre tevődött át. Steyer Edina, a cég PR munkatársa a téma kapcsán említette a Nagykanizsán megvalósult erdei tornapályát, a lentiben létrehozott vadvirágtanösvényt és az alakarosi vadvirágtanösvényt is. Azt tudom mondani, hogy igyekszik az erdőgazdaság mindenképpen. Nem ez az a tevékenység, amiből a bevételünk adódik, viszont ez az, amivel egy kicsit talán a jövő generációját tudjuk más szemléletbe vinni. Másképp gondolkoznak az erdész szakmáról, másképp gondolkoznak a környezetünkről. Próbálunk pozitív példát mutatni. De a Zalai Dombvidéken belül maradjunk Nagykanizsa környékén. Elsőként a legfrissebben felavatott közjóléti létesítményről, az erdei tornapályáról essen egy-két szó. Mindenképpen sikeres. Konkrét statisztikát ugye nem tudunk vonni, tehát nincs itt egy ember, aki nap 24 órájában írja, hogy ma 5 látogató volt, ma 25 látogató volt, hiszen nem is az a célja, hogy azt lemérjük, hogy mennyi ember jött el ide és mozgatta meg magát, vagy csak sétált körbe. Viszont nagyon jók a visszajelzések, akár a kollégáktól, akár ismerősöktől, hogy jönnek, csinálják. Ezt lemérni, amint mondtam, nem tudjuk, viszont látjuk az eredményét akár a Facebookon, akár más webes felületeken fotókat megosztanak az illetők, akik itt jártak, akár torna közben, akár séta közben, vagy csak simán a környezetet fotózzák le, tehát pozitívak a visszajelzések. Az erdei tornapálya létrehozásával viszont kettős célja volt az Alaerdőnek, amellett, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, az erdőhöz, az erdészethez. Az egészségmegőrzés nem egy eltitkolt cél volt annak idején. Lehetne itt a sablon szöveget mondani, hogy a mai rohanó világban nem igazán van az embereknek ideje arra, hogy mozogjanak. Mindazok ellenére, hogy a mozgás az, ami igazából energiát is képes adni az embereknek, és ezt is szem előtt tartottuk. Ez nincs időhöz kötve, tehát bármikor ki lehet idejönni, nem az van, hogy na akkor most kedden 7-től 7:30-ig itt vagyok és csinálom, hanem amikor időnk van, akkor. És akkor sétáljunk tovább a csónokázótó melletti parkerdőben, csupán 1-200 métert, és vissza az időben 1-2 évet. Hiszen a látogatottság alapján nagy sikere van az erdőgazdaság által kiépített madárerdő tanösvénynek is. A 8 közül az egyik tanösvényünk a Nagykanizsai Madárerdő tanösvény. Itt sem tudunk statisztikát vonni, azokat az adatokat tudjuk, amiket a kerületvezető erdészünk Kálovics Norbert feljegyez, vagy éppen nem jegyez fel, de ő tud adatokkal szolgálni. Amit én itt fontosnak tartanék elmondani, hogy nyilván a város, az iskolák, az óvodák tudják azokat a programokat, amiket bizonyos jeles napokhoz kötve szervezünk, tehát kiírjuk, hogy akkor a Norberttel lehet jönni és túrázni, és őtőle nagyon sok információt át szoktak venni a gyerekek szerencsére, viszont van egy olyan lehetőség is, hogy maga az intézmény keres meg bennünket, hogy őnekik most az intézményük nevének alkalmából, vagy bármilyen okból kifolyólag túrázni van kedvük, vagy idejük, és jönnének, akkor nyugodtan keressék akár a Norbit, akár a Nagykanizsai Erdészetet, és jöhetnek.
A madárerdő tanösvény és az erdei tornapálya közt helyezkedik el, igaz nem félúton, egészen pontosan az egykori favár szomszédságában, az úgynevezett időspirál. A csemeték ültetésével kapcsolatban tanító-nevelő célja is volt az Alaerdő ZRT-nek. Ennek most már harmadik vagy talán negyedik éve, hogy minden tavasszal elültetünk ott egy facsemetét. Idén ez a kocsányos tölgy volt, hiszen az évfája a kocsányos tölgy. Az Országos Erdészeti Egyesületnek a mozgalmához köthető ez az akció, és valóban ezzel is egyfajta nevelő célzatot szeretnénk előtérbe hozni, hogy lássák a felnövekvő generációk, hogy óvni és védeni kell a környezetünket. Műsorunk végén pedig a vadászatról lesz szó. Az Erdészeti Dolgozók Vadásztársaságának elnöke volt segítségünkre a tavaly év végén elfogadott új törvény értelmezésében. A törvénymódosításnak kétségkívül rengeteg előnyös vonzata lesz a vadásztársadalom számára, de van olyan oldala is, ami nehezíteni fogja a vadászatra jogosultak életét. Az országgyűlés által elfogadott javaslatcsomag több területet érint, a vadkár rendezés ügyében is történtek előrelépések. Elvileg a földhasználónak az okozott kár 10%-át kell viselni. Ez nagyon fontos, hogy okozott kár, mert volt egy olyan törekvés, ami azért jobb lett volna, hogy a teljes termésnek a bizonyos százalékában köteles viselni valamilyen vadától okozott kárt. Ugye ez azt jelenteni, hogy van egy bizonyos határ, amivel elismerni azt, hogy ez azért valamilyen szinten ha a vadkárról van szó, az emberek általában csak a mezőgazdaságban okozott károkról tudnak, pedig van erdőgazdasági vadkár is. Az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaságának elmondása szerint saját területükön a két említett kártípus 50-50%-ban van jelen. Üdvözítő volt az új törvénymódosításban magának a mezőgazdasági kárnak a kár megoszlásnak a változása, hiszen a megszokott 5%-os földhasználó által törvénybe előírt 5%-os határt 10%-ra módosította a törvényhozó. Ez egy talán egy kicsit könnyebbséget fog jelenteni a jövőben a vadgazdálkodó számára, de véleményünk szerint igazából nagyobb segítség lett volna, ha nem az okozott kár mértékét, hanem magát a termés, össztermés átlagból számolt arányt veszi alapul a törvényhozó. Volt ilyen javaslat, sajnos nem ez került be, gondolom megfelelő lobby tevékenység hatására a törvénymódosításba. A második helyen említett úgymond erdőgazdálkodási vagy erdőgazdálkodási tevékenységbe okozott kár, ez nekünk talán területi specialitásunk, sajnos a itteni termőhelyek, illetve az itt előforduló erdőállományok ezekben okozott károk, illetve az erre fordított védekezési költségek a mi esetünkben elérik, illetve meghaladják a mezőgazdasági kárnak a mértékét. Ha ezt százalékos arányba nézzük, akkor talán azt kellene mondanom, hogy az éves költségeinknek közel a 60%-át teszi ki a vadáltal okozott kár, illetve annak megelőzésére fordított tevékenységnek a költsége. Ha ezt árbevételi oldalról, hozam oldalról akarjuk talán kicsit leforintosítani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az összárbevételünknek, forgalmunknak, a gazdálkodási bevételeinknek olyan 30%-a lehet az erdőgazdasági vadkár, és egy közel 30%-a mezőgazdasági vadkár. A törvénymódosítás passzusai közül a közvéleményt is leginkább a vadkárral kapcsolatos intézkedések érdekelhetik, vélekedett dr. Nádor László, az Zala megyei vadászkamara elnöke. Pontosította a földhasználó vadkárral kapcsolatos eljárásának a kötelezettségeit a törvény. Szó szerint leírja, hogy milyen feladatai vannak,
mikor mit kell neki bejelenteni, hová, milyen határidőkkel egyszerűbbé vált, és kevésebb jogvita lesz talán emiatt. Ezen túlmenően egy elég lényeges változás, hogy az erdő szegély melletti mezőgazdasági táblákon 5 méteres csíkban alacsony növényzetű növénykultúrát kell termelnie. Ez nyilván azért van, hogy az erdőből kiváltó vadat a vadkárállítás idején el lehessen ejteni, el lehessen riasztani. Ennek a jelentőségét a gyakorlatban majd biztosan pozitívan fogja értékelni a vadászatra jogosult. Terhei is nőttek, mégpedig elég jelentősen ezügyben a vadászatra jogosítottaknak. A mezőgazdasági érdekképviselet nyilván ők érték el, javaslata alapján bekerült a törvénybe az, hogy a vadászatra jogosítottak kötelesek úgynevezett vadkár alapot képezni, 2018. november 1-én az elsőt. Ennek az a lényege, hogy az azt megelőző év, tehát a tárgyévet megelőző év ténylegesen kifizetett vadkárának összegét ebbe az alapba be kell helyezni, és ebből az alapból lehet aztán fizetni a vadkárokat. Ha az alap kimerül, akkor is ki kell fizetni, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak annyit kell fizetni, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy lesz egy év, amikor a dupla vadkár pénzügyi fedezetét kell biztosítani, hiszen az évit is kell, meg a következő évet le kell helyezni. Ez kétségkívül elég jelentős pénzügyi teher. Gondoljunk bele abba, hogy vannak olyan vadásztársak a megyében, akik 15-20 millió forintos évi vadkár fizetési kötelezettséggel terheltek. Ezen kívül még egy anyagi jellegű szorítás volt a vadászatra jogosítottak felé a törvénymódosításban, ez pedig az, hogy a vadász terület vadászati haszonbérleti díja szintén 90%-ban a tárgyévet megelőző év december 1-ig átutalásra kell, hogy kerüljön a tulajdonosi képviselőnek. Ez eddig a tárgyév vége volt, tehát gyakorlatilag egy évvel megint előre kellett hozni egy jelentős pénzügyi teher kifizetését, és mindkettőt egyébként nagyon komoly szankció fenyegeti, ha nem teljesíti a vadászatra jogosult az alapképzést, illetve nem fizeti ki a haszonbérleti díjat időben, akkor a vadászati hatóság erre felszólítja, ha annak sem tesz eleget, akkor törli a vadászati jogosultak nyilvántartásából, ez automatikusan haszonbélet megszűnésével jár, tehát elvesztik a vadászati jogok, ez elég jelentős fenyegetés. Hát nyilván arra fognak törekedni a vadásztársaságok, hogy ezeket teljesítsék. S ha már anyagiakról, a vadkár forintosításáról esett szó, nézzük, milyen évet zár a környékünkön illetékes EDVT. A károkozás mértéke nagyban függ az adott esztendő időjárásától, de ez évben, mint ahogy a híradásokból is lehetett hallani, bevétel kiesést okozhatott egyes vadásztársaságoknál a szeptemberben életbe lépett határmenti vadászati tilalom. Dunántúli területeken a kukorica határozza meg minden évben, kukorica vetés területe a vadkárnak a mértékét. Idei évben mi nagy reményekkel néztünk az év elé, hiszen a kukorica vetés terület a területünkön jelentősen lecsökkent. Sajnos az október végi csapadékos, két hét csapadékos időjárás eltolta időben a terménynek a betakarítását, és az előzetesen kicsit jóhiszemen alábecsült kukoricakárok mértéke jelentősen megnőtt a megkésett aratásoknak a okán. Azt kell, hogy mondjam, hogy az várakozásokkal ellentétben sajnos a tavalyi évhez hasonló vadkár mérték, mezőgazdasági vadkár mérték kifizetésére fog sor kerülni. A vadászati tilalom életbe lépésekor lehetett hallani olyan híreket is, hogy az érintett társaságoknak esetleg bevételkiesést jelenthet ez a tilalom. Lecsengett ez az időszak, miről tudunk beszámolni? Minket is meglepetéssel ért, hiszen szeptember 22-én rendelte el a kormányhivatal 2 kilométeres határtól számított 2 kilométeres körzetbe teljes vadászati tilalmat. Ez ugye két alapvetően gazdálkodásunkat két fő ponton érintette, az egyik az
az a szeptemberi szarvasbőgés, hiszen ezeknek a területeknek a fő bevételi forrása az a gimszarvas, illetve a gimszarvas bérvadászatásából bejövő árbevétel. Ugye itt voltak a vendégek, meg próbáltunk sikeresen vadásztatni. A mi területünket körülbelül egy olyan első körben egy olyan 15%-kal, és később, amikor 5 kilométerre kiterjesztették ezt a vadászati tilalmat, közel 30%-kal érintette ez a teljes vadászati korlátozás. Tehát voltak olyan területrészek, ahol sajnos fel kellett hagyni a vadászati tevékenységet, illetve le kellett mondanunk olyan bérvadászokat, akik előzetesen le voltak szerződve. A másik oldal, talán ez, ami költségek miatt, illetve a kieső költségben jobban számszerűsíthető, az pedig a vadkár elleni védekezés, hiszen fönnálltak a kukoricák. Ezeken a területeken fegyveres vadkár elleni védekezést nem lehetett folytatni. Természetesen a törvény nem írja elő a vadkár elleni védekezésnek a módját, de nehéz lehet elképzelni, hogy milyen egyéb módon tudtuk volna ezt megelőzni. Ebben kértünk állásfoglalást a megyei vadászszövetségtől, illetve fellebbezéssel éltünk a kormányhivatal felé is, ahol szintén kértünk állásfoglalást arra tekintettel, illetve abban a kérdésben, hogy esetleg van-e szándék valamilyen kormányzati alap létrehozására ezeknek a vadkároknak, illetve a képződő, ezeken a területeken képződő vadkároknak a megtérítésére. Szerencsénkre azért nem tartott sokáig a korlátozás, október hónap végén, ha jól emlékszem, eltörlésre került. Megegyeztünk a gazdákkal, jelentős számszerűsíthető többletet okozott, de nem okozott működési problémákat, illetve nem fog okozni a vadásztárság éves gazdálkodásában működési problémákat. Ennyi fért mai magazinunkba, köszönöm, hogy velünk tartottak. Dombvidék legközelebb, 2 hét múlva csütörtökön lesz. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.